pedig folytassuk Osváth Erzsébet, a Kismanó sapkája című mesekönyvét. Hinta mese a mai fejezet címe. Négy hintát a játszótéren felejtettek egész télen át. Egymás mellett aludtak ázva-fázva, fagyban dideregve. Puszta lett a játszótér. Magukra maradtak. Néha varjak károgása riasztotta fel őket szendergésükből. Ám amikor vastag, habos hó borította be és óvta őket a szúró széltől, hamarosan elszunnyadtak. Eljött éget húzó január, el is ment nem sokára. Utána megérkezett a fagymarasztó, orrpirosító február. De ő is elkorcsolyázott csak hamar, mert március közeledett. Télapól naptárjára pillantott, és ugyancsak meghökkent. No, lejárt a szolgálat, sarkomban a tavasz, dünnyötte kedvetlenül. Aztán hagyott csapott papot, hómaradékot, jégmaradékot, és ahogy tudta, szedte a lábát, hogy mielőbb hazaérjen. El is fáradt a nagy úti készülődésben, és már szinte várta, hogy fejét puha felhő párnájára hajthassa. Napanyú lekukucskált, megleste télapót. Mosolyogva mondta száz lányának, száz napsugarának. Rajtatok a sor, fussatok a földre, és ébresztétek fel a téli álmukat, alvókat. Ilyenek sokan, rengetegen voltak. Először a mackókat csalták ki barlangjaikból, a mókusokat odóikból, a sünöket búvóhelyükről. Felmelegítették a fagytól dermedt földet, megbizsergették az ibolya, hóvirág, kökörcsin gyökereit. Ki is bújtak nem sokára, egyik fehér, másik lila sapkában. Vidáman sütkéreztek a napon, és szippantgattak a jó szagú levegőből. Utoljára a játszótérre szaladtak ki a virgonc tapsugarak. Eleget dolgoztunk, mondták. Most már játszunk is egy kicsit. És boldogan hancúroztak, fogócskáztak, ki és bebújtak az óriás játékhengerekbe. Né csak hinták, örültek meg. Ébresszük fel őket. Nosza, rögtön rájuk szálltak. Játszótársaikat, a szellő fiúkat kérték meg, hintáztassák, repítsék őket magasra. Pszt, mondja halkan az egyik napsugárka a másiknak. Figyelj csak, valami suttogást hallok. És valóban, felébredtek a hinták, és suttogni, mocorogni kezdtek. Azt mondja az egyik. Testvéreim, alig, hanem tavasz van már. Róla álmodtam a sötét, hideg éjszakákon, hiszen akkor várhatjuk a kis pajtásainkat. Nincs is szebb muzsika a gyerek kacagásnál, tette hozzá. Ó, szólt elmélázva a másik, mennyire szerettek a kicsik engem, de sokszor hajba kaptak miattam. A harmadik lustán nyújtózkodott. Jó lesz, mondta, ha újra eljön a kis huncut Peti, jó katinta palintázunk. A negyedik hinta nagyot ásított. Nagy álomszószék volt. Mi az? Csak nem a napsugárkák hintáznak rajtam? Kérdezte örömmel. De bizony, felelték a többiek. A napsugarak mindent hallottak, és tovább repültek hirtelen. Nesztelenül besurrant a Petiékhez, Panniékhoz, Zsófiékhoz, Adrisékhoz és Rékáékhoz. Megsimogatták a gyerekek haját, megcsiklantozták az orrukat. Fel is ébredtek tüstént. És amikor a napsugárkák elmesélték, hogy mennyire várják őket a hinták, azon nyomban kipattantak az ágyból. Éppen vasárnap volt, így aztán gyorsan megmosdottak, és reggeli után siettek ki a játszótérre. A hinták már messziről megpillantották őket, és csodálkozva kiáltottak fel. Ennyi, de megnőttek. Eddig tart a mese. Mutatom nektek napanyót és télapót. Reich Károly rajzaival. Holnap is várlak benneteket. Holnap a mesekönyv címadó meséjét, a Kismanó sapkáját fogom nektek elolvasni. Várjuk a rajzokat továbbra is. Szép álmokat mindenkinek. Aludjatok. Álmodjatok valami szépet. Tavaszról. Sziasztok!